Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Reményeim szerint azért sokan követik a munkánkat, legalább online vagy digitális csatornákon keresztül. Tőlük azt kérem, hogy ne higgyék el az imént elhangzottakat. Bár csak igaz lenne az a termelési jelentés, miszerint több mint 1000 magyar településen nő az ott lakók száma, de egészen elképesztő, képviselőtársaim, bár csak így lenne, nagyon-nagyon szurkolok ennek. A helyzet az, hogy csak föl kell menni a KSH oldalára, és önök ezt megspórolták. Itt fogják meg a kis telefonjukat, üssék be, itt a KSH gyors jelentése. A természetes fogyás az összes régióban nőtt, leginkább Pest régióban 202%-kal, Észak-Alföldön 113%-kal, a legkisebb mértékben egyébként Dél-Alföldön 41% és Közép-Dunántúlon 45%-kal. Olyan sokkoló, kiózanító adatok jönnek szemben a magyar vidék közállapotairól, hogy én nem vitatom egyébként, hogy vannak olyan kis települések, ahol célzott befektetésekkel lehet adott esetben még népességet, fiatal családokat odavonzani, és ez nagyon jó dolog, üdvözöljük, hogyha így van. Csak a helyzet az, hogy a GKI felmérése szerint a magyar falvak ötödében mutatható ki az, hogy az állandó népesség 30%-a 60 év feletti, képviselőtársaim. Ez a kép az előregedésé, és általában a 18 év alattiak arányát szokták megvizsgálni. A 18 év alattiak arányából lehet arra következtetni, mikor fog kihalni az az adott település, és minden mértékadó elemzés szerint a magyar települések ötöde veszélyben van ilyen szempontból, kihalás, elnéptelenedés szempontjából. És hát azt látjuk, hogy szerintem egyébként a cél alapvetően jó. Tehát az, hogy becélozni az elnéptelenedő magyar vidéket, és erre programot kidolgozni, én ezt üdvözlöm a kormány részéről. Tehát nehogy úgy érezzék, hogy a magyar falu programmal szemben nekem valami zsigeri ellenérzésem van, mert egyáltalán nincsen. Ne ingassa a fejét, képviselő társam, most, amíg még szólásszabadság van, én elmondom, amit akarok, ön ezt véleményezheti, de ne vitassa senki azt a jó szándékot, ami minden ellenzéki képviselőben megvan, mert mi is azt akarjuk, hogy a magyar vidék felvirágozzon. Nincs ebben a parlamentben álláspontom szerint olyan képviselő, aki direkt, tudatosan a falvak leromlására bazírozna, mert akkor neki esetleg jobb lesz. Én ebben nem hiszek. A helyzet az, hogy szóval önmagában attól, hogy megint lehet pályázni falusi vállalkozások újraindítására, vegyük mondjuk az államtitkár úr által említett Ózd példáját. Itt ugye a történelmi termelő kapacitás gyakorlatilag mondhatjuk, hogy eltűnt, vagy a korábbi kapacitás meg sem tudja közelíteni. Azóta évtizedek teltek el, és azt látjuk, hogy kormányok jöttek és mentek, de célzott munkahelyteremtő beruházásokat ebbe a térségbe nem igen vittek. Vagy hogyha vittek, akkor ez ugye most felszette a gyártólapot, és azt mondja, hogy máshol próbál adott esetben még olcsóbb munkaerőt találni. Tehát, ha ott marad egy régió, vagy egyáltalán nem telepszik oda munkahelyteremtő beruházás, vagy volt ott, de az szedi a sátorfáját és elmegy máshova, akkor tehetünk mi bármit. Célozhatunk a falvakra akárhogy, hogyha a környéken nem lesz olyan nagy munkáltató, működőtőke, és olyan befektetés, ami nem kifosztja azt a régiót, hanem együttműködik vele, adott esetben segít felvirágoztatni, tehát ha ilyen nincs, akkor nagyon-nagyon nehéz dolgunk van. És azt látjuk, hogy nagyon egészségtelen és egyenlőtlen a normális beruházások eloszlása Magyarországon, és azt is látjuk, hogy néha ilyen főúri kegyként dől el az, hogy melyik városrészbe, melyik országrészbe, melyik megyébe, járásba menjen ilyen beruházás, pedig ezt egy országos és abszolút szakmai stratégia alapján kellene elosztani. Helyes volt hát az államtitkári példa említése. Igen, vannak Észak-Kelet-Magyarországon olyan teljes régiók, ahova nem érkezik működő tőke, és tisztességesen működő tőke. Ebből kifolyólag pedig csinálhatunk mi ott Magyar Falu Program címszav alatt akármit. Tüneti kezelésre biztos, hogy elég, tehát lesz olyan település, ahol beindul egy kis vállalkozás, lesz egy kisbolt, valóban könnyebb lesz a helyiek élete, tehát ezt ne vitassuk el, csak én a big picture-t próbálom emlegetni, hogy összességében a magyar vidék kiürülése, a tragikus mértékű népességfogyás nem tud ettől csillapodni. Hát én nagyon szimpatizáltam azzal, hogy lett egy tárca nélküli minisztere a családügynek Magyarországon. Szerintem ez egy fontos dolog. Éppen ezért fáj nekem, amikor Novák miniszter asszony olyanokat nyilatkozik, amilyeneket szerinte népesedési fronton óriási eredmények vannak. Az utolsó nagy nyilatkozatai évében Nagykanizsa lakosságával lettünk kevesebben. December hónapban, amikor nyilatkozott, akkor pedig Siklós lakosságával fogyatkoztunk. Tehát mi azt látjuk, hogy nincsen miről és nincsen miért dicsimnuszokat
emlegetni. És hát ha azt vizsgáljuk, hogy a népességfogyás mellett a kivándorlásnak mi a másik eredője, a megalázóan alacsony bérek mellett, akkor azt látjuk, hogy a lakhatási problémák. És ebben a javaslatban pont a lakhatás köszön vissza, és hát a lakhatási kataklizma egyik állatorvosi rova a Nemzeti Eszközkezelő. Én tudom, hogy ez államtitkár úrnak szívügye, és szerintem jó gazdaként bánt ezzel a területtel, tehát azt szeretném a korrektség jegyében elmondani, hogy amikor én szakmai kérdést tettem fel, erre szakmai választ kaptam rendre, és ebben a leszűkített diskurzus térben azért hogy normálisan tudtunk erről beszélgetni, és tények, számok ütköztek egymással, ez szerintem egy jó irány, és ezt jó lenne megtartani. Az eszközkezelőnél nekem filozófiai problémám van. Adott a devizahitelezés egésze. Azt látjuk, hogy itt egy hibás termékkel az érintett kereskedelmi bankok legalizált módon foszthatták ki a lakosságot. A többség ugye 160-165 forinton vette fel a devizahitelét, és végül nagyon hosszú rendezési folyamat után 256 forintos, majdnem hogy akkori piaci árfolyamon került forintosításra ez a devizahitel tömeg. Tehát a tipikus ügyfél egy 100 forintnyi átváltási arányt vesztett, és súlyos milliókat ebből kifolyólag. Ezen súlyos milliókkal megkárosított ügyfelek egy része került olyan helyzetbe, hogy elvesztette az ingatlan tulajdonát, és ahelyett, hogy ez a bankra szállt volna, gyakorlatilag a magyar államnál kötött ki ez a tulajdonjog, és visszabérelhették ezek a honfitársaink a saját korábbi otthonukat. Ez egyébként kétségkívül segítség, tehát ezt ne vitassuk el. Viszont az egész filozófia alapja még mindig ott van, hogy ezeket az embereket megkárosították, ezt a megkárosítást pedig nem reparálta senki. Tehát mi az ellenzéki oldalon egyre többen gondoljuk úgy, hogy egy új elszámolási törvényre van szükség a devizahiteles ügyek kapcsán. Más párt azt mondja, hogy ezt kártérítési törvénynek hívjuk. Én legalább 5 éve mantrázom az elszámolási törvényt. Az én célom az, hogy ezeket az úgynevezett hiteleket a felvétel napjának árfolyamán számoljuk újra. Nézzük meg, hogy az ügyfél befizetette már annyit, amennyit követeltek tőle. De hát itt a bökkenő, hogy mi történik azokkal, akik a Nemzeti Eszközkezelőbe kerültek. Tehát majd kiderül, hogy kifosztották őket, viszont a helyzet az, hogy a jóvátételre maximum anyagilag számíthatnak, de hát vizsgáljuk meg az ingatlan árakat, ha ő visszakapja azt, amennyivel megkárosították, akár jegybanki alapkamattal súlyozva, akkor sem tud olyan minőségű ingatlant vásárolni belőle a mai árak mellett, mint ami egy in integrum restitúció felé őt elmozdítaná, és az eredeti állapotát legalább megközelíthetné. Éppen ezért mondjuk azt, hogy filozófiailag téves és hibás az egész megközelítés, miszerint ezeknek az embereknek akár a kedvezményes saját lakás visszavásárlási lehetőséggel a jóvátételt biztosították volna. Én ezt vitatom, és mindent megteszek azért, hogy majd a véglegesített közös programban ezek az emberek igazságra találjanak, és ha már elvették tőlük a tervezhető éveket, sokaktól a család alapítási, egyesítési vagy bővítési szándék lehetőségét, vagy ennek a beteljesülési lehetőségét, adjuk vissza azt, amit lehet. No de, hogy jutunk el a Nemzeti Eszközkezelőhöz? Úgy, hogy láthattuk, hogy kedvezményes formában lehetett visszavásárolni a saját ingatlant. Amellett, hogy vitatom a filozófia alapját, ez jobb dolog, mint hogyha egy bank elvitte volna, vagy mint hogyha piaci kofaként 30-35%-on a bankok adták volna egymás között ezt a követelést a továbbiakban. De most ugye egyházi szeretett szolgálatoknak ajándékozza az állam a kimentett devizahitelesek lakásait, és itt megint csak vitatom azt, hogy önök a tisztesség talán ezt megtehetnék-e. Egy nagyon szigorúan vett állami feladatról beszélünk. Mind a lakhatás, mind a szociális feladatok frontján. Ennek az outsourcingja, kiszervezése biztos, hogy nem egy erős állam bizonyítványát állítja ki. Egy erős kormányzat ezeket a feladatokat megoldaná. Az önök kormánya megint csak ki akarja szervezni ezeket a feladatokat. Azzal fognak engem nyugtatni, már látom, hogy de hát az állami finanszírozás megmarad az egész mögött, és én nyugodjak meg ettől. A helyzet az, hogy egy civil szervezetet nem tudunk úgy elszámoltatni, mint önöket. Hogyha ők nem látják el ezt a feladatot, akkor a felelősség transport révén a helyzet az, hogy hát nagyon nehéz lesz meggyőzni azt a civil szervezetet arról, hogy ez igazából az állam kötelessége lenne, és lássa el ezt a feladatot, mert ő egy civil szervezet, rajta ez nem kérhető számon. És nagyon örülök annak is egyébként, hogy az üres ingatlanállomány szóba került az időközben távozott kormánypárti vezérszónok úr részéről. Itt valóban van egy történelmi mulasztása ennek a kormánynak. 500 000 üresen álló ingatlanról tudunk Magyarországon. Ami magántulajdonban van, ahhoz nyilván senki nem akar nyúlni, mert az ilyen fideszes szokásokat nem követjük, mi a magántulajdon tiszteljük.
Van viszont két másik lába ennek a dolognak, az állami és az önkormányzati tulajdon. Itt nagyon sok ilyen ingatlan annyira leromlott állapotban van, hogy én tisztán látom, hogy a felújításuk és bérlakásként hasznosításuk drágább lenne, mint ha új építésű bérlakásokat emelnénk. De nagyjából az egy tizedére tesszük azt a számarányt, ami felújított formában bérlakásként hasznosítható lenne. Ez 50 ezer ingatlan. Ha elkezdenénk egy új bérlakás programot, és ez az új nemzeti egységkormány célja egyébként, akkor évente 5-10 ezer bérlakás építésével lehet maximum kapacitáson is elkezdeni. Tehát nagyon fontos láb lenne az üresen álló ingatlanok feltérképezése. Ez egyébként a Magyar Falu program által érintett régióban sem elhanyagolható, hiszen ezekben az elnéptelenedő falvakban nagyon sokszor üresen áll a korábbi kapacitás, üresen állnak ingatlanok, korábbi otthonok, de ettől még ott munkahely nem lesz. Egyetlen esélye van Magyarországnak. A kényszerből külföldre távozottak számára hazahívó programot gyártani, valódit, versenyképes bérekkel és megfelelő lakhatási feltételekkel elérni, hogy mindenki boldogulhasson a szülőföldjén, aki csak akarja ezt. Nyilván nem kényszerrel és nem röghözkötéssel, hanem az erős motivátorokkal. És mindemellett nem hagyhatunk magyar járást, érdemi munkahelyteremtő beruházást nélkül, magyar megyét pedig pláne nem. Nem mondhatják önök, és senki nem mondhatja azt teljes országrészekre, hogy oldják meg a sorsukat, ahogy akarják, mert nekik nem jut adott esetben egy cég beruházásából. Tehát azért ezek irányítható folyamatok. Nem csak a visszanemtérítendő adókedvezményekkel és támogatásokkal, ahogy ezt Magyarország kormánya csinálja. Ennek állatorvosi lova volt ugye az Audi, akinek akkor is adtak 1 milliárdot, amikor a sajtóban jelentette be a vezetője, hogy ők nem szorulnak rá, nem kérik ezt. Ezeket az összegeket, egyébként 100 milliárdos nagyságrendű támogatási összegeket lehetne úgy csatornázni, hogy az a munkahelyteremtő beruházás az X vagy Y régióba érkezzen, fel lehetne támasztani ezeket a régiókat. Ha pedig van munkahely és van egészségesen működő tőke, akkor lehet a népesség megtartásáról beszélni. Tehát még egyszer mondom, a Magyar Falu program tekintetében az alapokat én nem vitatom, de a megvalósítás eredményességében egyáltalán nem áll módonban hinni, főleg a KSH és a GKI adatai alapján. Az pedig egészen vérlázító, és remélem erre valaki reagálni fog, hogy hogyan fordulhatott elő, hogy a 300 legszegényebb falu 143 milliárd forintot bukott az utóbbi időszakban. Itt ugye a tervezetnél jóval kevesebb pénzt hív le a kormány az uniós helyreállítási alapból, és itt a legszegényebb települések számára lett volna egy forrás, egy keret lehetőség. Ugye áprilisban még úgy volt, hogy 220 millió forintot költenek a felzárkózó települések programra, és az utolsó nálam lévő szám az 77,5 milliárd forint, meg nyilván amit majd erre még ráraknak. De azt látjuk, hogy a csökkenés egyik oka, hogy a kormány úgy döntött, hogy mégsem kéri a kedvezményes hitelt, ugye csak a visszanemtérítendő támogatásra tart számot, igen. És hát a helyzet az, hogy így az érintett magyar falvakra eső részarányos összeg nagyságrendekkel csökkent. Én nem olvastam olyan hírt, hogy ezt nemzeti forrásból kipótolná Magyarország kormánya, ha így lenne, akkor üdvözlöm, de mindenképpen azt látom, hogy ez a néhány száz óriási bajban lévő település az utolsó óráit éli. Tehát nem biztos, hogy egy következő kormánynak lesz ideje ezeknek a végletes kiürülését megakadályozni. Még egyszer mondom, itt a 18 év alattiak arányára legalább annyira kéne figyelni ezeken a településeken, mint a 60 fölöttiekére, hiszen még a 60 fölöttiek aránya lehet is kedvező egy polgári kertvárosi övezetben, de ha nincs ott fiatal, aki életvitelszerűen ott lakik, akkor el fognak néptelenedni ezek a települések, és hát egyébként hosszú távon biztos nem, mert látom azt, hogy mondjuk nyugat-európai felvásárlási szándék is egyre szélesebb körben jelenik meg magyar faluhelyen, és azt is látom, hogy hát bizony azért Európa szívében, Európa volt éléskamrája területén, az, hogy megyék, járások teljesen néptelenek maradjanak, ez hosszú távon véhetően nem képzelhető, de hozzám az a gondolat állna közel, hogy a saját reprodukciónkat biztosítva mindenki számára a szülőföldön való boldogulást szavatoljuk. Ebben a csomagban én ezt nem látom, de még egyszer mondom, az előző napirendhez képest annyival előrébb vagyunk, hogy bár a filozófiáját vitatom egyes intézkedéseknek, az alap megközelítést, miszerint a magyar falvakat meg kell menteni az elnéptelenedéstől, ezt nem vitathatja senki ebben a házban, talán akkor így egy ponttal előrébb vagyunk, tegyünk meg mindent a magyar megmaradásért. Köszönöm a türelmet, elnök úr, és a figyelmet.